Ebben a mostani videóban arról lesz szó, hogy miként tudjuk csökkenteni az eczéma tüneteit, vagy akár teljesen meg is szüntetni azt természetes módszerekkel, ételekkel, növényekkel. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt! Az eczémának több fajtája van, valójában egy betegség csoportot nevezünk eczémának. Atópiás dermatitis, kontakt dermatitis, neurodermatitis, diszhidrotikus eczéma, numuláris eczéma és mások. A kézen megjelenő eczéma lehet akut is, azaz olyan, ami allergének, például vegyi anyagok hatására jelentkezik. Az eczéma hátterében számos ok húzódhat meg, és sok eczéma félénél a tudomány sem nagyon tudja, hogy mi okozza. Nem igazán értjük még a háttérben zajló folyamatokat, a valódi okokat. Egyes eczéma féléknél bezavarhatnak például a magas szalicilát tartalmú ételek. A szalicilát ismerős lehet a szalicilsavokán, mely vegyület ugye az aszpirinnak a hatóanyaga. Egyes eczémás betegségek esetén a szalicilát tartalmú ételek fokozhatják a tüneteket. Az eczéma leginkább nagyon fiatal korban jelenik meg, tehát már pár hónapos gyerekeknél is kialakulhat. Növeli az eczéma kockázatát a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, a hosszú időn át száraz környezetben levegőn való tartózkodás, egyes tápanyagok bevitelének a hiánya, például a D-vitamin szint, illetve a statisztikák szerint az egészségügyben dolgozók között nagyobb arányban alakul ki eczémás probléma. Minden eczémás betegnek igazából saját magának kell megtalálni a legjobb külső és belső szereket ahhoz, hogy a probléma tüneteit csökkentse, mert sajnos végleges megoldásokról nem tudunk. Eczéma esetén az első lépés, amit megléphetsz, hogy kizárod a magas szalicilát tartalmú ételeket, melyek fokozhatják a problémának a tüneteit. A magas szalicilát tartalmú ételek listájára rá tudsz keresni a keresőben is, de én is betettem a videó leírásába, ott megtalálod őket. A szalicilátmentes diétát érdemes tartani 1-2 hétig, és közben megfigyelni a testedben végbe menő változásokat. Ha van pozitív javulás, akkor érdemes ezt tartanod hosszabb ideig, vagy akár végleg folyamatosan. A második dolog, amit bevethetsz eczéma esetén, az a fényterápia, illetve a D-vitamin. A fényterápia során ultraipari a fénnyel világítják meg a testet, például egy kabinban, melynek hatására csökkennek a bőrön a gyulladások, illetve a D-vitamin termelődés is ugye elkezd fokozódni. Természetesen a napon való tartózkodásnak is hasonló hatásai vannak, például naponta 15-20 perc napon töltött idő sokaknál fel tudja gyorsítani a regenerálódást, illetve csökkenteni a negatív tüneteket. Ehhez kapcsolódóan érdemes a magas D-vitamin tartalmú ételeket is megemelni a táplálkozásban, mint amilyen a csukamájolaj, a zsírosabb halak, a tojás és a nyers tej. Tehát a D-vitamin szint növelése kulcsfontosságú eczéma esetén. Mivel a szárazbőr egyben ok és tünet is, elengedhetetlen, hogy az érintett felületeket naponta legalább 2 alkalommal hidratáljuk, ez lehet a harmadik lépés, amiben az eczéma tüneteit tudod csökkenteni. A legjobb, legegyszerűbb és egyben legtermészetesebb megoldás a hidegen sajtott kókuszolaj, mely egyfelől hidratál, másfelől tele van gomba és baktérium ellenes anyagokkal, tehát fertőtleníti is a bőrfelületet. Nyugtató megkönnyebbülést okoz, felgyorsítja a regenerálódást is a bőrön. Persze vannak más eczéma elleni komplex készítmények is, de a kókuszolaj egy természetes, kézenfekvő, olcsó, egyszerű megoldás erre a problémára. Ugye az illata is kellemes. A negyedik fontos teendő az eczémás problémák esetén az a bélrendszernek a rendbetétele. Létezik egy olyan bélrendszeri probléma, hogy áteresztő bél szindróma, melynek lényege, hogy a bélfalnál lévő apró lyukacskák
melyeken keresztül ugye a bérrendszerből a nyirok és vérkeringésbe kerülnek át a mikrotápanyagok, nagy mértékben kitágulnak, így a belegből bekerülnek a vérbe olyan nem kívánatos anyagok, vírusok, allergének is, melyek ugye problémát okoznak. Ugye emiatt a tested legkülönfözőbb pontjaiba ugye eljutnak ezek a kórokozók, melyek ugye gyulladásoknak a forrásai. Tehát rendkívül fontos dermatitis és más ekcémás betegségek esetén az áteresztő bélszindrómát megszüntetni, rendbe tenni, mely sajnos nem megy egyik napról a másikra, a táplálkozást át kell végérvényesen alakítani, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy visszaszorítsd az allergénanyagok terjedését a testedben. Az áteresztő bélszindrómáról készítettem már videót, illetve más videóban is volt már róla szó, keres rá a keresőben. Az ötödik megoldás, amivel csökkenthet az ekcémát, az az omega-3 zsírsav. Norvégiában figyelték meg azt tapasztalati úton, illetve klinikai kutatások során is, hogy azoknál a csecsemőknél, akiknél már a 9. hónap idején bevezetik a táplálkozásba a halételeket, tehát a magas omega-3 tartalmú táplálékokat, drámaian csökken az ekcémás jellegű betegségek kialakulásának a kockázata. De ha felnőtt korban kiújul az ekcéma, akkor is sokat tud segíteni az omega-3 abban, hogy gyorsabban megszűnjenek a kellemetlen tünetek. Ajánlott tehát hetente legalább 2-3 alkalommal halételeket enni, illetve jó minőségű omega-3 tartalmú készítményeket szedni rendszeresen. Érdemes az omega-3-at csukamájolajjal vagy krillolajjal fogyasztani, pótolni, mivel a csukamájolajban van D-vitamin is, míg a krillolajban lévő omega-3 jobban fel tud szívódni, mint a sima halolajokban lévő. Az E-vitamin lehet a hatodik segítség. A vitaminokat nem igazán jó önmagukban pótolni étrendkiegészítőkkel, egyszerűen azért, mert mesterséges úton nem tudják olyannak előállítani, ahogyan a természetben előfordul az adott vitamin. Ez a helyzet az E-vitaminnal is. Ha megemeled a táplálkozásodban és napi rendszerességgel viszel be E-vitamint, természetes ételekkel jobban jársz, mint hogyha mesterséges kapszulákat fogyasztanál. A legtöbb E-vitamin a magvakban van, a belülük készült hidegen sajtolt olajokban van, napraforgó mag, mandula, repce, stb. Illetve a legtöbb a búzacsira olajban van, de magas például a mandulavajnak is az E-vitamin tartalma. Érdemes az ekcéma lelki okaival is foglalkozni, feltárni azokat és megoldani őket, mert a lelki okok megoldásán keresztül jelentős javulást lehet elérni a fizikai tünetekben is. Az ekcéma során az történik, hogy valamilyen belső dolog, amely önmagunkban eddig elnyomtunk, elfojtottunk, az a felszínre tör, azaz ellenáll a további nyomásnak, az elfojtásnak, és ugye a felszínre kerül. A megoldás egyfelől az, hogy engedjük a belsőnket, hogy kifelé törjön, tehát hogy ne szorítsuk tovább le önmagunkban, másfelől pedig ezeket az elfojtásokat nyitottá kell tenni önmagunkban. Fontos az is, hogy feldolgozd a sötét belső témáidat, azaz, hogy a tudati szintre hozd, azaz feldolgozd, gondolkozz rajtuk, megértsd őket, láthatóvá tedd, kibeszéld ugye másokkal ezeket az elfojtott problémákat. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdéseidet pedig küldd el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!